Ifjúsági fórumot és szakmai napot tartottak ma Cegléden. Erről is lesz szó bővebben mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Többen jelentkeztek idén szakmát tanulni, mint a gimnáziumokba. 10 000 tő árvácskát ültetnek ki a város több pontjára. És új éjszakai járatot indít a MÁV Start ZRT a ceglédi vonalon. A Ceglédi Városi Televízió szerdai híradóját látják, jó estét kívánok! A hivatalos eljárási rend szerint pénteken tett volna esküt Ceglédváros új polgármestere, dr. Csáki András. Az eseményre invitálását a közösségi oldalon közzé is tette, ma azonban egy újabb közleménnyel jelentkezett. Dr. Csáki András a közösségi oldalon arról tájékoztatta követőit, hogy a pénteki eskü elmarad. Úgy fogalmaz, arról tájékoztatta a város jegyzője, hogy Hörömpő Anna Mária, a Fidesz helyi elnöke 4 szavazókörben megfellebbezte az eredményeket, ezért polgármesterré választásának eredményesen emelkedett jogerőre. Ebből következően a pénteki eskütétel elmarad. Több mint 200 diák vett részt a második ifjúsági fórum és szakmai napon Cegléden. A Kossuth Művelődési Központ kamaratermében az őket érintő érdekes előadásokat és programokat hallhattak a fiatalok. Több szervezet, egyesület, szakember és a város legnagyobb munkáltatója is képviseltette magát a rendezvényen. Nem csak Ceglédről, számos városból, településről érkeztek diákok és dögtanárok is a második ifjúsági fórumra. Nekik és persze minden résztvevőnek Földi László országgyűlési képviselő beszélt Ceglédről és arról, miért is szeret ebben a városban élni. Jó Ceglédnek lenni, bevallom nektek. Miért? A funkciómból adódóan elég sok vendég jön hozzám, és mindazt mondja, hogy olyan szép a ti városotok. Alapvetően általános iskola felsős diákjainak és középiskolásoknak szervezték a mai programot, már másodszor, vagyis hagyományt szeretnének teremteni, hiszen fontos témákban hallhatnak hasznos előadásokat a diákok, és kaphatnak értékes tanácsokat. A rendezvénynek az a célja, hogy egy hagyományt teremtsünk, és egy olyan fórumot tudjunk létrehozni, ahol a fiatalok találkozhatnak egymással, a ceglédi fiatalok elmondhatják a gondjukat, megbeszélhetik a problémáikat, és ezt szeretnénk célzott és fókuszált fejlesztéssel végbevinni. Tehát, hogy a délelőtt az egy ilyen előadássorozat, ami informatív jellegű dolgokat tartalmaz, illetve délután pedig egy ilyen külön kis workshop jellegű World Café téma beszélgetéseket tartalmaz, ami azt célozza, hogy tudatos fejlesztést tudjunk a fiatalok számára biztosítani. A rendezvény helyszínét és a szakmai hátteret most is a Kossuth Művelődési Központ biztosította. Az intézmény vezetője úgy fogalmazott, fontos feladatuk nyitni az ifjúság felé, hiszen talán ez az a korosztály, akit viszonylag nehéz megszólítani. Az új nemzedék központtal és a ceglédi ifjúsági önkormányzattal pedig egyébként is jó az együttműködés. Nekünk is fontos, nagyon fontos, hogy az utódokat megtaláljuk akár a rendezvényszervezésben, akár az ifjúság kérdésében, akár a közművelődési területen is, és hozzák a programot, próbálják ki azt, hogy milyen egy konferenciát szervezni, illetve próbáljanak egymással kapcsolatot létesíteni, szakmai kérdéseket hozni, szakelőadókat keresni egy-egy témában. Ugye tavasszal volt az első, amikor ezt az egészet kipróbálták és elindították, és most pedig egy adott téma, tehát egy tematika van, a továbbtanulás, az állás keresés, ami a témájuk. A mostani fórum egyben pályaorientáció szakmai nap is volt. A rendezvényt Cegléd legnagyobb munkáltatója támogatta. Az Infineon jóvoltából szakmákkal ismerkedtettek a fiatalok, tippeket kaptak önéletrajzíráshoz, interjúhelyzeteket gyakorolhattak, duális képzésről beszélgethettek. A vállalatmérnök kollégái pedig bevezették a diákokat a félvezetők világába. Mindezt azért, mert természetesen fontos számukra a vállalat jövője is, hangzott el a köszöntőben. A jövőre gondolva, ugye, hát a jövőben mindenképpen új munkatársakra van szükségünk, és új kollégákat szeretnénk mindenképpen tudni a cégünkön belül, és éppen ezért ez a rendezvény is nektek szól, ugyanis a teremben lévő diákok, fiatalok 5-10 éven belül akár potenciális munkavállalók is lehetnek nálunk a cégnél.
viszont természetesen ezt nem szabad elkapkodni. Ez egy pályaválasztáson szól. Az Infineon a gyerekek mellett egyébként természetesen nem ezen a rendezvényen, de a felnőttekre is gondolt, hiszen néhány napja nyílt napot tartottak a vállalat telephelyén. Mindemellett a közelmúltban a HVG állásbőrzén is részt vett a vállalat. Többen jelentkeztek idén szakmát tanulni, mint a gimnáziumokba, mondta Buncsák Gábor Háttér című magazin műsorunkban. A Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója szólt arról is, hogy a lemorzsolódás elleni küzdelemben is sikereket értek el. Az októberi statisztika egy köznevelési intézmény esetében az egyik legfontosabb dokumentum, fogalmazott Háttér című magazin műsorunkban Buncsák Gábor, a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója. Az adatok alapján nőtt a Ceglédi Szakképzési Centrum nappali tagozatára beiratkozó diákok száma. Ez mindenképpen egy nagyon jó hír, rég volt ilyen, és nagyon örülünk is neki. Az összlétszámunk az nagyjából szinten maradt, mert most felnőttekből a keretszám alakulása miatt egy picit kevesebbet tudtunk beiskolázni, de mindenképpen pozitív eredményekről és pozitív tendenciákról tudok beszámolni. A lemorzsolódás elleni küzdelem is sikeresnek bizonyult, hiszen nem csak megállították a létszám csökkenést, növekedést is el tudtak érni, hangsúlyozta Buncsák Gábor. A duális képzésben bevont partnereink száma is folyamatosan növekszik, és nagyon köszönjük a térségben lévő cégeknek, vállalkozásoknak, hogy egyre többen látnak ebben fantáziát, és fogadnak tanulókat egyre nagyobb számban. Nélkülük ez természetesen nem lenne megvalósítható, hiszen ez az alapja az egész új szakképzési rendszernek. A szakképzési centrumnak jó kapcsolata van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, mely összefogja ezeket a cégeket, de hasonló a helyzet a Ceglédi Ipartestülettel is, melynek székházában nagy sikerű szakképzési hetet rendeztek nemrég. Buncsák Gábor arról is szólt, hogy 7-ben, 8-ban mindenképp, de már 5-ben jó lenne a fiatalokat a szakmák felé orientálni. Fontos, hogy minél hamarabb és minél több szakképesítést ismerjenek meg, így 8-ban tudatosan tudnak majd dönteni arról, hogy a szakképzés melyik válfaját szeretnék választani. Egy részét már kiültették annak a 10 000 tő árvácskának, melyet a közfoglalkoztatottak segítségével neveltek a Várvak Kft. Kőrösi úti telephelyén. A felüljárónál levő körforgalomban, a Béketéren, a Törteli úton a Keresztnél és a Pesti úton a Selyem utca sarkánál is pompáznak a színes virágok. Az árvácskák áttelelnek, majd tavasszal újra színesbe borítják a várost. Színesebbnél színesebb árvácskák díszítik a város több pontját. Itt a felüljárónál levő körforgalomhoz is kiültették már a közfoglalkoztatottak segítségével a virágokat. A közfoglalkoztatási program keretében idén már 3. éve pályáz a Várvak Kft. A belügyminisztériumnál egy ilyen pályázatra, aminek a során árvácska palántákra, azoknak a nevelésére pályázunk. Ugye a Kőrösi úti telephelyünkön a fóliasátorban neveljük ezeket. Az egynyári növényeket is, meg a két nyáriakat is, az árvácskát. Az árvácskának októberben van a kiültetési ideje. A fagyokig begyökeresedik, majd áttelel. Ez a virág jól tűri a hideget. Második virágzási hullám a tavasszal lesz majd, amikor melegszik az idő, mondta a főkertész helyettes. A közfoglalkoztatottak 10 000 árvácskát neveltek a fóliasátorban a Várvak a Kőrösi úti telephelyén. 5 fős csoport, ők kipoharazzák a fóliában, aztán szellőztetnek, öntöznek, és akkor egy 2 hónapos nevelési idő után a virágzó árvácskákat kiültetjük a közterületekre. A megszokott tárgyásokban, itt a körforgalomban például, a Béketéren, a Törteli út sarkán a Keresztnél, vagy a Pesti úton a Selyem utca sarkánál. Jövő hét hétfőn ültetjük a sportuszodánál lévő ágyást, mai napon pedig a rendőrség előtt ültetnek. És ezeknek az utógondozásáról, tehát az ágyások gyommentesítéséről, öntözéséről is nekik kell gondoskodni. Ez a programnak a lényege. A virágok kiültetésével a közterület díszítése a cél, hangsúlyozta Hervai Gergő, aki az árvácskák sokféleségéről is beszélt. Közkedvelt a nagyvirágú árvácska, de Cegléden néhány helyre mini árvácskát is ültettek. A kisebb virágok szinte szőnyegszerűen terülnek el a földön. Ilyen mini virágokat lehet látni például a Pesti úton, a Selyem utca sarkánál. Szombattól új éjszakai járat indul a fővárosból a Ceglédi vonalon. Október 19-től az új személyvonat hajnali 1 óra 43 perckor indul majd Szolnokra, írja közleményében a MÁV Start Zrt.
Nem kell ezentúl két óra hosszát várakozni hétvégén éjszaka Budapesten annak, aki a ceglédi vonalon szeretne közlekedni, ugyanis október 19-től a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon bővül a késő esti éjszakai járatok száma. Szombattól a szombati és a vasárnapi közlekedési napokon a nyugatiból hajnali 1 óra 43 perckor új személyvonat indul Szolnokra. Eddig hajnalban 0 óra 43 perc és 2 óra 43 perc között nem indult vonat a fővárosból. Szokatlan megkeresésről tájékoztatta híradónkat a Pest megyei főügyészség. Az Egyesült Államokból, Miamiból egy holtnak nyilvánított személy ügyében fordultak hozzájuk. Az idős, beteg férfi útlevél kérelmet terjesztett elő, amikor azzal szembesült, hogy nem kaphat, mert Magyarországon holtnak van nyilvánítva. A férfit 1987-ben a Ceglédi Városi Bíróság nyilvánította halottá. A ceglédi bíróság 1987-ben azért döntött a férfi halottá nyilvánításáról, mert akkoriban a férfiról csak annyit tudtak, hogy korábban külföldre távozott, de azután sem hollétéről, sem életben létéről semmilyen információ nem állt rendelkezésre. A férfi azonban nem halt meg, az Egyesült Államokban, Floridában telepedett le. A magyar állampolgár férfi súlyos beteg lett, és még egyszer haza akart térni Magyarországra. Azonban Amerikában az útlevél kérelmét elutasították, mivel elhunyt személyként van nyilvántartva. A férfi a konzulátuson keresztül a Pest megyei főügyészségtől kért segítséget. Az ügyészség a férfi érdekében rögtön fellépett, és a rendkívüli körülményekre tekintettel soron kívül kezdeményezte a ceglédi járásbíróságnál a holtnak nyilvánításról szóló bírói döntés hatálytalanítását. Közös kirándulásokat, szórakoztató és hasznos programokat szervezett a Kossuth Gimnázium a németországi Dachauból érkezett diákoknak. A cserekapcsolat régóta tart, a tartalmas együttlét kiváló lehetőség a nyelvtanulásra, illetve egymás kultúrájának megismerésére. A német tanulók tegnap egy különleges magyar órán vehettek részt és megismerkedhettek a magyar néptánc alapjaival. Vidáman, jó hangulatban telnek a napok a németországi Dachauból érkezett diákok és pedagógusok számára. A Kossuth Lajos gimnáziumban régi hagyománya van a cserekapcsolatnak. A tanulók idén is 8 napot töltenek itt. Csütörtökön érkeztek, csütörtökön itt a klubban fogadtuk őket. A szülők nagyon aktívan kivették a részüket, süteménnyel, üdítővel fogadtuk őket. Aztán pénteken itt az iskolában voltak óralátogatások, ahol betekintést kaphattak a magyar tanítási rendszerbe, oktatási rendszerbe. A német és a magyar tanulók minden szabadidejüket együtt töltik. Tegnap délután dr. Bárdos Dóra tanárnő különleges magyar órát tartott, ahol a német diákok magyar szavakat tanultak. Fiú. Aha. Ich sehe. Látok. Látok. Mit látsz? Fiú oder lány? A játékos tanulás mellett persze kirándultak is. Egerbe, Hollókőre látogattak, megnézték a budapesti nevezetességeket, és közös sportprogramok is voltak. Természetesen a ceglédi városnézés sem maradt el. A német diákokat lenyűgözte Cegléd. A város épületeit különösen szépnek találom. Díszesek, pompásak, művészi jellegűek. Cegléd büszke lehet az építészetére. Szépek a terek, az utcák, nagyon hangulatos. Jó itt sétálni, igazi feltöltődés. Nagyon tetszenek az ősz színeibe öltözött fasorok is. A diákok ellátogattak a Kossuth Múzeumba és a Dob Múzeumba is. Nagyon népszerű program volt a táncóra, amikor a magyar néptánc alapjaival ismerkedhettek. Az itt töltött idő alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki a magyar és a német diákok között. Igen, nagyon sok barátság született. Minden magyar diák és tanár nagyon kedves, vendégszerető. Jó programokat csináltunk együtt. Klassz volt ez a pár nap, szép emlék lesz. A közösen töltött idő persze remek lehetőség a nyelvtanulásra is. A Cserediák program két főszervezője, Simon Kata és Pintér Helga tanárnő örömmel tapasztalták a gyerekek lelkesedését. Úgy látom, hogy ez nagyon jól működik, nagyon nyitott mindkét csoport,
érdeklődnek egymás, hogy más kultúrát kell megismerni, és még hogyha esetleg nyelvi nehézségek lépnek fel, akkor is mindenféle metakommunikációs eszközökkel megpróbálják egymást megérteni. A cegrédi gimnazisták és pedagógusok jövő márciusban utaznak ki Dachauba, 8 napot töltenek majd Németországban. A folytatásban Háttér című magazin műsorunkat láthatják, benne Szatmári Gábor beszélget Buncsák Gáborral, a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatójával, a Szakképzési Centrum aktualitásairól. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap jelentkezünk, viszontlátásra!